Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túló résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel a Nyílt Akadémia és a PPH közös rendezvényén, ember és életjobbító fejlesztőképzésén. Én Szedla Csiknék Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk mindenki kortól nemtől függetlenül tegezi egymást. Én jelenleg irodában dolgozom recepciósként, de fő tevékenységemnek már a tanulói csapatszervezést tartom. Én Budapesten élek a párommal, és most már házasok is vagyunk. Én azért kezdtem el itt tanulni a Nyílt Akadémiánál, mert édesanyám Csonka Erzsébet javasolta, hogy kezdjek itt el tanulni, mert milyen jól dolgot tanul, mennyire gyakorlatiasan, és hogy én változtatni szerettem volna akkoriban az életemben, és egy nagyon jó lehetőséget láttam, hogy elkezdjek tanulni. Ennek már 5 éve, 2016-ban kezdtem el itt tanulni. És azóta sem bántam meg, hogy itt tanulok. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései által az életemben most már sokkal jobban tudok bánni az életemmel, önmagammal. Megmondom őszintén, hogy akkoriban én egy félénk, nem túl magabiztos, nem volt önbizalmam, nem értékeltem önmagamat. Így kezdtem el, és ezt elkezdtem megfordítani, illetve egyre jobban kihoztam magamból, amire képes vagyok, és amit soha nem gondoltam volna. Úgyhogy szeretném megköszönni a Szedla Csik Miklósnak az ő tanácsai, tapasztalatai és tanításai által elkezdtem ezt kihozni magamból. Egyre jobban tudok most már kommunikálni másokkal is. Volt egy olyan időszakom, mondjuk úgy, hogy nem mertem sem kimutatni a szeretetemet, bezárkóztam, mondjuk azt, hogy sértődékeny is voltam, nem tudtam beszélni a problémáimról, és ezt is a tanításoknak köszönhetően most már egyre gördülékenyebben tudok beszélni, egyre jobban oda tudok figyelni, hogy mit és hogyan mondjak, vagy kommunikáljak, akár a párommal, hogy egyre jobban nőként tudjak érvényesülni mellette, illetve őt hagyjam a férfi szerepben, ugyanis nekem is az egómmal nagyon sokat kellett úgymond harcolnom, hogy ezt visszafogjam. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestrecoach, boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a vezetőnk, akkor arra jutunk, hogy a vezetésével még 4 területen ért el a szervezetünk piacvezetői pozíciót, hogy azokban a 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes a bolygón. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése, olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedla Csik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdjünk akkor hozzá. Egyébként mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Csak mennyire? Mi a baj? Jelenlegi világban mi a baj? Jelenlegi világgal mi a baj? Káosz. És mit láttok az emberek? Mit tesznek a jövőjük érdekében? Mondjuk maszkot hordanak, nem? Beoltatják magukat. Nem? Az emberek szerint ez a megoldás a jövőre, nem? Maszkhordás.
És akkor így túlélnek, nem? Az a lényeg, hogy túléljenek, nem? A más célja az életnek úgy sincs, csak a túlélés, nem? Legalábbis azt gondolja nagyon sok ember, főleg mai világban, nem? És az életnek az az értelme, hogy túléljünk. Mi vagyunk mi állatok? Az állatnak az az értelme, hogy túléljen, de nekünk. Hát az állat az nem tud gondolkodni, de az ember tud, nem? Hát kicsit más fajta nézetet kellene ebben kapcsolatban létrehozni az embernek, nem? Nem azt, hogy na, csak túlélni. Hát ugye a túlélés az a létezés legalacsonyabb szintje. Tehát egy élőlény létezésének a legalacsonyabb szintje a túlélés. Tehát a túlélésre képes egy növény is. Állatokról nem is beszélve. De azért mi emberek egy kicsit többek vagyunk, mint a növények vagy az állatok, nem? Hát ugye van mindegyikben egy alapvető működés, egy alapvető parancs a növényekbe is, az állatokba is, egy betáplált parancs, hogy élj túl. Tehát a túlélés. De egy olyan lény, amelyik gondolkodik, azért talán erre, ennél többre lenne képes, nem? Tehát nem csak annyira, hogy túlélés. Hát mire még ezen kívül? Hát ugye mondhatnánk, hogy táplálkozás. Miért az állatok nem táplálkoznak? Növények nem táplálkoznak? Hát ahhoz se sok kéz kell, nem? Hogy táplálkozzon valamilyen élőlény. Semmi ész nem kell hozzá. Az állatnak nincs esze. Növénynek sincs esze, mégis táplálkozik. Nem? Beleértve a vízfogyasztást is, természetesen. Akkor mi még? Növekedés. Miért az állat nem növekszik? Növény nem növekszik? Dehogy nem. Mi van még? Szaporodás. Miért a növény nem szaporodik? Dehogy nem. Nincs megoldva a növényeknél, hogy szaporodjanak? Dehogy nem. És az állatoknak? Azoknál is megvan oldva, nem? Ahhoz se kell sok és, nem? Semmi. Hát ha a növény is, meg az állat is tud szaporodni, akkor ész nem kell hozzá, hogy szaporodjon valami élőlény, nem? De akkor minek van az eszünk? Hát akkor ez az erővel totál felesleges, hogy legyen, nem? Hát eddig ugye túlélünk, ugyanúgy, mint bármi más, mint állatok vagy növények. Táplálkozunk ugyanúgy, mint bármi más, állatok vagy a növények. Szaporodunk ugyanúgy, mint bármi más, mint az állatok és a növények. Akkor minek az eszünk? Na akkor ugye megkérdezném, hogy az állat vajon... Nem, maradjuk a növénynél. A növény vajon képes-e teremteni? Nem igazán, nem? Az állat képes teremteni? Az sem igazán. És az ember képes teremteni? Hogyne, nem? Legalábbis képes lenne, nem? De régebben valahogy, mintha ez jobban működött volna, hogy az ember teremtsen. Hát manapság, mintha úgy kellene utasítani, hogy teremtsen, nem? Hát mintha úgy maguktól az emberek időnként elfelejtenének teremteni. Nem? És ezért szükségük van főnökre. Nem, majd a főnök megmondja, hogy teremtsen, vagy ne teremtsen, nem? Miért nem így van? Hát most nézzétek már körül, hogy vajon itt Magyarországon hány embernek van főnöke? Jó, most lesz, számítsátok le a nyugdíjasokat. Hát ugye a gyerekeknek mindnek van, nem? Habár az se biztos már, mert sokszor a gyerek a főnök otthon, nem? És ő parancsol a szüleinek. És ez nem vicc bizony. Tehát furcsa, nem, hogy egy ilyen töpörtyű parancsoljon egy bengának? Nem? Ki az erősebb otthon, a töpörtyű? Vagy a benga? Hát fizikailag a bengának kéne erősebb lenni, nem?
És mégis a töpörtyű parancsol. Hát hol? Hol élünk? Fordított világban? Vagy mi a jó Isten? Gondolkozzunk. Régen hallottatok olyanról, valahol a múltban, hogy a gyerekek parancsoltak a szüleiknek. Érdekes lett volna, én parancsoltam volna mondjuk apámnak? Hát biztos, hogy érdekes lett volna. Egyszer se próbáltam meg életemben, próbáltam volna meg, azt hiszem, hogy én parancsoljam a szüleim, édesapámnak. Anyuval próbálkoztam. Mert hát csak ugye a kisfiúban is benne van a férfiúi gondolkodás, tudod, és az anyjának megpróbál parancsolni. Hát, ha nincs közelében az apja. Hát, ha már az apja volt közelében, na, akkor próbáljak meg. Úgyhogy lényeg az, hogy hát még ugye próbálkozás szintjén azt is megpróbálta az ember gyerekkorban, hogy ne fogadjon szót, nem? Hát ha nem parancsol is, de ne fogadjon szót. Hát én próbáltam volna egyszer is nem szót fogadni apámnak. Hát mivel ő volt a fizikai erősebb, és ez elég sokáig így volt, mondjuk 14 éves koromig körülbelül fizikailag erősebb volt, ezért próbáltam volna nem szót fogadni 14 éves koromig. Rögtön a fizikai erejét megmutatta, ha megpróbáltam volna nem szót fogadni. Hát utána már ugye nem volt ilyen gond, mert hát gondold végig, azért 14 év alatt csak megszoktam, hogy szót fogadjak. És akkor már nem volt gond, hogy nem akarok szót fogadni mondjuk 14, 15 vagy 18 éves koromban is akár. Hát de mostanában egy olyan világot élünk, hogy mintha megfordult volna az egész, és a gyerekek parancsolnak, nem? Tehát most már nem elég, hogy a munkahelyen van főnökük az embereknek, hát még a gyerek is otthon főnök. Nem. Érdekes egy világ. Na most, ha meggondolod, hát miért kell utasítani egy embert? Mert nem tudja, mit kell csinálni. Hát ha tudná, mit kell csinálni, akkor nem kell utasítani, nem? Hát akkor mire való az ész, ha nem tudjuk, mit kell csinálni? Hm? Miért kaptunk észt? Miért van legfejlettebb agyunk itt a Földön, az élőlények között, ha nem tudjuk, mit kell csinálni? Hát régen a legtöbb embernek nem volt főnöke, gondoljátok végig. A háború előtt, a második világháború előtt, itt Magyarországon az emberek 80%-a az vállalkozó volt. Nem volt főnöke. Mit jelent a mai értelembe vett vállalkozó? Az azt jelenti, hogy vagy saját földje volt, és azon dolgozott, vagy saját állatai voltak, és azokkal dolgozott, vagy mit tudom, volt saját üzlete, műhelye, akármi, és ott dolgozott. És nem volt főnök. És mindössze a dolgozó lakosságnak csak a 20%-a volt milyen szolgai viszonyba. És akkor tanultuk a szocializmusban, hogy milyen alantas dolog szolgának lenni. Na most, akinek van főnöke, az véletlenül nem szolga. Csak hogy kérdezném. Hogy véletlenül nem szolga. És meddig akar szolga lenni? Ez a kérdés. Még ugye szerencsésebb az, akinek naponta csak egyszer van főnöke, ami azt jelenti, hogy kiadja mondjuk reggel a melót, nem? És akkor nem látja estig a főnökét, vagy másnap reggelig. Nekem is volt olyan munkahelyem annak idején, hogy azért szerettem, mert csak reggel láttam a főnökömet, mikor kiadta a munkát, aztán utána megint csak másnap reggel. Az jó volt. De mégse volt olyan jó, mint mikor nem volt főnök. Miért nem volt olyan jó? Hát mert mindig, tudod, mi volt a baj? Hogy a legtöbb főnököm az csinált valami igazságtalanságot.
És én meg valahogy az igazságtalansággal szemben mindig felemeltem a szavamat. És ezáltal összeütközésbe kerültem a főnökömmel. Nem csak a főnökömmel, főnökeimmel. Na most egy főnökömmel nem voltam összeütközésbe. Amikor apám fölajánlotta, hogy legyek az alkalmazottja, és apu volt a főnököm. Tudod miért nem? Mert ő nem volt igazságtalan ember. Pedig gyerekkoromban volt, hogy úgy éltem meg, hogy igazságtalan. Azt utána, amikor már felnőtt lettem, akkor rájöttem, hogy mégse volt az olyan igazságtalan. Tudod? És ezért felnőttként nem volt, egyetlen egy vitánk nem volt akkor, mikor főnököm volt. Egyetlen egy sem. Pedig én nekem mondom, minden előtte lévő főnökkel volt vitám. Például olyan, hogy apu valamit megígért, soha életemben nem találkoztam olyannal, hogy az ne lett volna teljesítve. Soha, egyszer sem. Mit tudom, én azt mondta, hogy ő ott lesz akkorra, tuti, hogy ott volt. De olyan, hogy késni sem láttam sose. Érted? Tehát mondom, vele nem volt vitám, mikor főnököm volt. Mikor gyerek voltam, akkor magamba volt vitám vele. Kimondani nem lehetett a vitát, mert azt nem tűrte, hogyha kimondtam volna. Egyszer-kétszer még valamikor talán kipróbáltam, de aztán többet nem. Szóval a lényeg az, hogy, gondold végig, hogy mire jó az neked, hogy te szolga vagy. Vagy te nem tanultad a történelem órákon, hogy milyen alantas dolog az, hogyha valaki szolga. Mert ugye a szolgát és az alkalmazottat az két külön kategóriába sorolták a történelmi tanulmányaink során. Gondold végig, amit tanultunk az iskolákban. És azt mondták, hogy hát az alkalmazott az ugye nem szolga. Hát mi akkor, mi a manó? Tehát nem azt mondom, hogy rabszolga. Tehát a szolga az a történelemben mindig az volt, hogy ilyen bérmunkás, érted? Mi is az alkalmazott, az mi? Tehát magyarul elvégzi a munkát a szolga, és megkapja érte azt, amiben megállapodtak, nem? Miért az alkalmazott, az mit csinál? Nem ezt. És akkor azt tanultad, emlékezz vissza a történelembe, hogy a szolgák azok sose voltak boldogok. Miért az alkalmazottak boldogok? Mire jó ez neked? Gondold végig, szépen elérték, hogy az emberek 80%-a most ne vállalkozó legyen úgy, hogy nincs főnöke, hanem alkalmazott legyen, akinek van főnöke. Ha van főnököd, akkor mitben különbözik? Attól, mint mikor uraságot szolgált valaki. Mitben különbözik? Csak hogy kérdezem. Miért most egy alkalmazott nem uraságot szolgál? Ha mondjuk dolgozol egy multinál, az nem uraság annak a tulajdonosa? Hát még nagyobb úr, mint annak idején az urak voltak itt Magyarországon. Vagy ha mondjuk dolgozol az állami alkalmazottként, miért az állam nem úr? Mi a fene akkor, ha nem az? Hát az a egyik legnagyobb úr. Hát ugyanúgy. Az emberek uraságokat szolgálnak. Csak már nem így hívják őket, nem?
hanem úgy hívják, hogy multinacionális vállalat, meg úgy hívják, hogy vállalat, meg sőt, úgy hívják, hogy részvénytársaság, meg úgy hívják, hogy KFT, nem? Meg úgy hívják, hogy BT. Miért, ha valaki egy egyéni vállalkozónál alkalmazott, az nem uraság? Hozzád képest? Hát dehogy nem. Hát próbáld nem azt csinálni, amit ő mond. Meddig fogsz ott dolgozni? Sokáig nem, az biztos. De csak azért mondom, hogy ébredezz már, hogy szolga vagy. A szolgának születtél? Ja, és akkor mondhatod, hogy ja, hát az akkor ezek alapján a szüleim is szolgák voltak, hát akkor én is szolga vagyok. Tudod, meddig ment ez így? Hogy? Hogyha valaki szolgának született, akkor szolgának kellett leélni az életét. Tudod, mikor, meddig ment ez így? A 20. századi elejéig. És a 20. század elejétől felszabadították az emberek szabad akaratát. Hoppá! Tudtad ezt? Ami azt jelenti, hogy ha megnézed, szolgából lehet uraság. Simán. Nézd meg, hogy a 20. századtól hány olyan ember lett uraság, akinek a szülei szolgák voltak. Rengeteg. Se szeri, se száma. És addig ilyen nem volt. Ha valaki úrnak született, úrként halt meg. Valaki szolgának született, szolgaként halt meg. Van, aki köztesként született, köztesként halt meg. Tehát se szolga, se úr. Nyilván ők voltak a legtöbben. De manapság változtathatnak az emberek. Hát nézd meg, hány milliárdos lett a semmiből, akiről hallottál? Miért a Magyarország leggazdagabb embere nem szolga volt? A jelenlegi leggazdagabb embere. Hát dehogy nem. És most mi? Uraság. Oké. Ha megnézed, mit tudom én, mondjuk a miniszterelnökünk szülei nem szolgák voltak? Dehogy nem. És most mi ő? Uraság. Nem? Miért nem lehet valaki szolgából uraság? Dehogy nem. Hát ha az embernek van egy lehetősége, hogy megtanulja, hogy hogy lehet önálló, miért nem csinálod? Miért nem akarsz megszabadulni a szolgaléttől, ha van rá lehetőséged? Jó kérdés, nem? Ugye nekem érdekes volt ez az egész, mert csak ehhez kapcsolódóan mondom el az én történetem elejét, nem fogok idáig jutni a mostanáig. 87-ben kezdtem el vállalkozni. De nem fő tevékenységben. Hanem azt jelenti, hogy volt egy fő tevékenységem, akkor már apám volt a főnök. És mellette elkezdtem vállalkozni. De annak hatására, hogy apu mondta, hogy vállalkozzak. Oké? Tudod, mit mondott? Azt mondta, hogy mi lenne, hogyha üzletkötősködnél is nekem. Ebből a szempontból nem volt annyira jó ez az ötlet neki, mert olyan jól összejött pár év alatt ez az üzletkötőség, hogy abba hagytam azt a főfoglalkozást, amit csináltam nála. Tehát elkezdtem üzletkötőként foglalkozni a főtevékenység mellett, és rájöttem az, hogy de elég hamar, mit tudom én, mondjuk egy fél év alatt rájöttem arra, hogy ja, most már értem, miért mondják azt, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. Még egyszer, hogy aki dolgozik, az nem ér el pénzt keresni. Mert addig ugye világéletemben, ugye onnantól, hogy kiszabadultam az iskolából, szó szerint már börtönnek éreztem, tehát kiszabadultam, pedig akkor még nem is voltak rácsok az iskola ablakokon. Gondold végig.
Na most már az összes iskola ablakai rácsosak. Na most kiszabadultam az iskolából, és hát olyan munkát végeztem, ami fizikai munka volt. És akkor elkezdtem ugye ezzel pénzt keresni. 87-től. És onnantól kezdve azt mondtam, hogy tényleg milyen igaz ez. Aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. És szépen, fokozatosan áthelyeztem a munka hangsúlyomat a szellemi munkára. Csak hát ezen a területen ugye gondolkodni kell. Tehát azon a területen nem fogja az embernek feltétlenül megmondani bárki, hogy mit csinál. És akkor ugye rá pár év múlva, 87 után, hát megkínáltak egy üzleti lehetőséggel, amivel éltem. Éltem. És hát szabad üzleti lehetőségnek tűnt, és tényleg az is volt. És ezt úgy hívták anno annak idején, hogy hálózatépítés, MLM, de ez a biztosítási területhez kapcsolódott. És akkor rájöttem arra, hogy ez itt baromi jó dolog. Mert nem átvágás. Tudod miért? Mert ha tisztességes a cég, akkor nem átvágás. Mármint a cégnek a tulajdonosai, mert egy cég az nem lehet tisztességes, csak az ott lévő tulajdonos. Érted? És a tisztességes a tulajdonos, az nem átvágás. Akkor átvágás a hálózatépítés, az MLM, hogyha egy ember, mármint a tulajdonos, becstelen. Érted? Persze, hogy találkozni, miért? Még nem találkoztál olyan cégvezetővel, aki becstelen? Pedig nem is feltétlenül MLM-es cég volt, nem? Tehát a világon vannak becsületes cégvezetők, meg vannak nem becsületes cégvezetők. Ez mindig is így volt, mindig is így lesz. Nyilván ennek az aránya azért romlik. Tehát ugye egyre több a becstelen cégvezető, ahogy ugye romlik az embereknek az etikájuk, úgy egyre rosszabb ez a helyzet, persze. És lényeg, hogy ugye én nekem megtetszett az, hogy emberekkel való foglalkozás. Oké? Tehát, hogyha embereket segítünk, olyat nyújtunk nekik, amire szükségük van, és abból az ember pénzt keres, én rájöttem arra pitty-putty, hogy ez nem egy rossz dolog. Ez mennyi kellett, hogy rájöjjek? Mondjuk novembertől decemberig, egy hónap alatt jöttem rá, úgy durván. Tehát ez még 90 novembertől decemberig jöttem rá. És 91-ben el is kezdtem az ilyen típusú foglalkozást. Oké? Hogy az embereknek valami olyasmiket nyújtani, vagy olyasmit nyújtani, akkor még csak egy dolgot. Olyasmit nyújtani, amire az embereknek szükségük van. És ez teljesen mindegy, hogy mi az, vagy az mi volt, érted? De azt láttam, hogy nem mindenkinek, de egyes embereknek szükségük volt. És akkor ez volt mindig az alapelvem, hogy olyannak kell foglalkozni, üzleti szempontból, amire az embereknek szükségük van. És lehetőleg ugye rájöttem előbb-utóbb olyanra, hogy nem olyannak kell foglalkozni, amire kevés embernek van szüksége, nem olyannak kell foglalkozni, amire sok embernek van szüksége. És akkor később arra is rájöttem, hogy hát olyannak kell foglalkozni, ami egyedi. Tehát amire embereknek, tehát sok embernek szüksége van, és egyedi. Érted? Miért? Hát mert az a jó, hogyha minél kisebb a konkurencia, nem? Ha logikus.
És akkor végül már olyannal kezdtem el foglalkozni, ami bolygó szinten egyedülálló, érted? És mondhatjuk azt, hogy másolhatatlan, érted? És ez annak volt köszönhető, hogy másolhatatlan legyen, hogy közben amíg tettem a dolgomat, olyan képességeket kaptam, amire azt tudom mondani, hogy nem találkoztam olyan emberekkel, akik ugyanazokkal a képességekkel rendelkeznek. Érted? Tehát magyarul inkább azt mondom, hogy miért jó ez? Hát mert a képességeket, az olyan, tehát a különleges képességeket, azt nem könnyű megszerezni. Tehát az ember vagy úgy születik, és van olyan képessége, vagy piszok sokat kell tenni azért, hogy az a képessége létrejöjjön. Érted? Na most a legtöbb emberrel mi a baj? Hogy ez a piszok sokat tenni, na ez nem működik náluk. És ezért, mivel ez nem működik, hogy piszok sokat tenni azért, hogy egy képesség kifejlődjön, vagy létrejöjjön, vagy megkapjad, mindegy, hát ezért ugye a legtöbb ember piszok sokat nem akar tenni. Érted? Inkább azt mondom, hogy nem hajlandó tenni. Tehát ezáltal hát nem nagyon kell attól tartani, hogy valaki ugyanolyan képességeket fejleszt ki. Érted? Mert a legtöbb ember nem fog évtizedeket tenni azért, hogy kifejlődjönek képességei. Érted? Hála Istennek, megint csak apámra vezethető vissza, hogy nagyon nagy türelmet fejlesztett ki bennem. Érted? Tehát például azzal, hogy nem beszélhettem vissza, azzal, hogy minden áron szót kellett fogadnom, érted? Nem mondhattam ki azt, amit gondolok, mármint amit éppen ugye velem tett, arra nem reagálhattam. Most ezáltal ugye nem elfojtottam magamba, mint a legtöbb ember szokta, hanem egyszerűen türelem. Hála Istennek volt egy olyan helyzetem, hogy mivel három generációs családban nőttem fel, ezáltal, hogyha megbántottam, akkor átmehettem a nagyszülőkhöz. Oké? Ő a házon belül egy külön részben laktak, egy ajtón kellett csak átmenni, illetve nem is egyen, kettőn, mindegy, két ajtón, és átmentem azon a két ajtón, akkor már a nagyszüleimnél voltam. És akkor ők megvigasztaltak, így. Érted? És akkor onnantól kezdve, gondold végig, hogyha megbántottam, kibeszélhettem, megvigasztaltak, és nem marad benn elfojtásként. Érted? Ugye mi a legtöbb emberrel a probléma? Hogy ne, ha nem beszélhet ki dolgokat, akkor elfojtásként ott marad, és annak negatív hatásai lesznek. Milyen negatív hatásai? Vagy fizikai negatív hatás, vagy lelki negatív hatás. És akkor hála Istennek, nekem ez nem volt probléma, mert a szüleim, illetve édesapám megbántására fogtam, átmentem nagymamámékhoz, aztán elmondtam, hogy mi történt, ők megvigasztaltak, azt már az élet ment is tovább. Érted? Szóval lényeg az, hogy ugye milyen egy gyerek. De nem csak egy gyerek, hanem milyen egy ember. Te is ilyen vagy. Nehogy azt mondd, hogy azt akarod, hogy a saját akaratod érvényesüljön. És ha nem a te akaratod érvényesül, akkor megsértődsz. Na, én nem sértődhettem meg, mert ugye nem sértődhettem meg,
legalábbis nem mutathattam ki, hogy megsértődök. Átmentem nagymamámhoz, nagypapához, kipanaszkodtam magam, megvigasztattak, és meg volt oldva ez a kérdés. Érted? Tehát lényeg az, hogy ezt most miért mondtam el, mert ugye nem csak az a lényeg, hogy az embernek ne legyen főnöke, hanem az a lényeg, hogyha van valamilyen élethelyzeted, ami nem úgy, vagy illetve szeretnéd, akkor legyen lehetőséged a megoldásra. Bármi legyen az. Na most mondok egy példát. A gyerekkoromban, ugye ha megsértődtem, mondom, nem mutathattam ki, akkor átmehettem nagymamámékhoz, és elmondhattam nekik. Te hol tudod ezt megcsinálni, kivel? És nem csak elmondhattam, hanem meg is vigasztaltak, érted? Tehát beszéltek arról, hogy, nem ez, nem tudom miket mondtak, mert nem emlékszem, nem is ez a fontos, hogy miket mondtak, hanem az a lényeg, hogy utána rendbe jött a hangulatom. Te hogy csinálod meg ezt az életedben? Ezt Amerikában úgy csinálják, hogy az embereknek van pszichológusuk. És akkor elmennek a pszichológushoz, az jó, kipanaszkodják magukat a pszichológusnak, a pszichológus egy-két tanácsot ad nekik, mint amit a szüleim, vagy nagyszüleim csináltak, érted? És akkor megvan oldva a dolog. És Magyarországon? Tehát ugye kik adták a tanácsot? Amerikában kik adják? Akik ezt tanulták, a pszichológusok. Érted? Tanulták, hogy mi a tanács, milyen tanácsot adjanak. De itt Magyarországon hogy működik ez? Kérdezem tőled. Valakinek van valami gondja, magába folytja, hogy ne veszekedjen, utána kinél tudja magát kibeszélni, aki neki tényleg jó tanácsokat ad. És tudod, mi volt a helyzet? Hogy a nagyapám az egy nagyon bölcs ember volt. Sokkal bölcsebb volt, mint nagymamám, tehát nem nagymamám adta a bölcs tanácsokat, hanem a papa, nagypapa. Érted? Ő egy két háborút megjárt emberke volt, és tényleg nagyon bölcs volt. Tehát ritka bölcs egy ember volt. És tényleg jó tanácsokat tudott adni. Amire visszajött a hangulatom, érted? Megszűnt a sértődés. Utána vissza tudtam menni a szüleimhez, úgyhogy nem volt sértődöttség. Érted? Vagy az embernek az a jó, hogyha minél hosszabban megsértődik? Neked az a jó? Vagy az a jó, hogyha ó, hát te kimondod? Te nem folytod magadba, és abból mekkora veszekedés lesz otthon? Csak úgy kérdezem. Hát mik a megoldásaid? Hát ha elfojtod, akkor az a baj, hogy fizikai és lelki következményei lesznek, ami utóhatásként rosszul fog esni, az hód biztos. Ha kimondod az illetőnek, a párodnak, gyerekednek, akkor meg veszekedés, vita. Az életnek ilyennek kell lenni. Azt gondolod? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ilyennek kellene lenni. Hanem olyannak, hogyha például mondjuk az embernek vannak gondjai, problémái, bármi legyen. Én nekem volt a nagypapa, anno annak idején. Hát neked is kellene valami tanácsadó, nem? Hát a nagypapa nekem ingyen adott tanácsot. Mi lenne, ha neked is lenne ingyen tanácsadód? Hm?
jó lenne, nem? Hát kialakítottunk egy, illetve kialakítottam, és ezáltal ugye mivel ti itt vagytok, ezért mondhatom azt, hogy kialakítottunk egy olyan rendszert, ahol vannak vezetők, igazgatók, de nem úgy, hogy kineveztük őket a semmiből, hanem olyan emberek, akik képesek voltak létrehozni saját csapatot. És ez azt jelenti, hogy bárki, aki itt tanul, az kap egy lehetőséget, hogy képes legyen saját csapatot létrehozni. És ha akarja, segíthet azoknak, akiknek van valami gondjuk, és hirtelen nem tudják megoldani. Ez mit jelent? Ezt mi úgy nevezzük, hogy mindjárt mutatom, coaching, jó? Tehát úgy nevezzük, hogy coaching. Coaching. A coaching szó a coach szóból van képezve. A coaching azt jelenti, hogy valakiből kihozni a legjobbat és a legtöbbet. A coach pedig egy edző, aki képes valakiből a coaching révén kihozni a legjobbat és a legtöbbet. Tehát valakinek van egy gondja, akkor a coach képes arra, hogy idézőjelben, mint a nagypapa, megvigasztalja, és jó tanácsokkal lássa el. Nem teljesen pont így működik, de ez a lényege. Ugyanis a coach az képes arra, hogy egy probléma okára valakit rávezessen, és a megoldásra is. És ugye ez egy szakma, a coach egy szakma. A világon, hát most már több mint 100 000 coach van a világban. Tehát van, aki szakmaként is csinálja. Tehát óradíjért mennek hozzá coachingolni emberek. Tehát olyan, mint a pszichológus, csak jobban ismeri az összes probléma okát. Hát nyilván, hogyha az a coach az élet minden területére van képezve. Mert ugye a legtöbb coach nem az élet minden területére van képezve, hanem csak bizonyos területekre az életben. Hát ezek a területek az életben jellemzően a következők. Nézzük, itt van 10 életterület, ahol az embernek jelentkezhetnek problémái. És ugye a legtöbb coach az szakosodott egy-két életterületre. A legtöbb coach egyébként a bolygón párkapcsolatra szakosodott. Tehát párkapcsolati gondokra. De hát az élet az nem csak a párkapcsolatról szól, hanem más területekről is, ami lehet, hogy van olyan fontos, mint a párkapcsolat. Most nálunk minden terület képezve van. Minden terület. Nyilván ezeken a területeken belül is lehet, ami egyeseket jobban érdekel, másokat kevésbé. Én hál' Istennek egy olyan képességű ember vagyok, amely mind érdekel engem. Nem csak egy, hanem az összes. Meg nem csak kettő, hanem az összes. És amivel mióta emberekkel kezdtem el foglalkozni 87-től, és amikor 91-től elkezdtem saját csapatot létrehozni, és 93-tól ugye már tanítok is embereket,
ezáltal sikerült több tízezer emberrel foglalkozni úgy, hogy tanítottam őket, és több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget az én vezetésemmel, és ezáltal hát elég sok mindent tapasztaltam, hát nem annyit, mint az átlag ember, és több millió forintot fektettem be a saját képzésembe életem során, nem a általános és középiskoláról beszélek, hanem felnőttként 91-től, és rájöttem, hogy engem az nagyon érdekel, hogy hogyan működik az ember és hogyan működik az élet. Nem tudom, te hogy vagy ebből a kérdéssel, de onnantól, mikor elkezdtem emberekkel foglalkozni, rájöttem, hogy ez engem nagyon érdekel. Csak sajnos az első irodalom ezzel kapcsolatban az 93-ban akadt a kezemben. Addig tanítottak már ember működéséről, életműködéséről nem. 91-től 93-ig már tanítottak az ember működéséről, és amikor elkezdtem olyan irodalmakat is olvasni, hogy hogyan működik az élet, tudod mikor? Jutottam hozzá, hogy hogyan működik az élet, 98-ban legelőször. Addig csak olyan, hogy hogyan működik az ember. És akkor ugye 98-tól hozzájutottam, hogy hogyan működik az élet, az nagyon érdekelt. Már előtte is érdekelt volna, csak nem jutottam hozzá. Tehát, és utána rájöttem arra is, hogy az ember működése és az élet működése az kulcsfontosságú tudás. Mert az ember, hogyha boldogulni akar az életben, hát akkor van egy világ, ami tele van emberekkel, ráadásul mi emberek ugye társas lények vagyunk, hát az nem árt, hogyha az ember tud bánni az emberekkel. És akkor rájöttem, hogy hát ezen a területen falni kell a tudást. És utána, amikor megismertem az élet működésével kapcsolatos, nem megismertem, hanem elkezdtem megismerni az élet működésével kapcsolatos tudást is, akkor arra is rájöttem, hogy hoppá, hát ez legalább annyira fontos, mint az ember működésével kapcsolatos tudás. És akkor úgy voltam ezzel, hogy na akkor én ezt is falni fogok. És szó szerint nagyon-nagyon sokat foglalkoztam az ilyen típusú információkkal. És egyszer csak rájöttem arra, hogy másokat is érdekli. És annak ellenére, hogy nem ez volt a szolgáltatásunk, hogy embereknek átadjuk az emberek működését, vagy az élet működését, hanem ilyen mondjuk pénzügyi szolgáltatásunk volt, mégis ugye szívesebben foglalkoztam sokkal az emberi működéssel, meg az élet működésével, mint mondjuk a pénzügyi szolgáltatás különböző dolgaival. Sőt, ugye egy idő után már teljesen erre a témára akartam áttérni, csak még egy kicsit megelőztem a koromat. És 2010-től viszont ez a fő tevékenységünk, hogy az embereknek olyan tudást adjunk át, amivel ezeken az életterületeken boldogulnak, és tudnak másoknak is segíteni, hogy tudjanak boldogulni. De anélkül, hogy az ember, tehát nem is anélkül, hanem ha az ember csak arra használja ezt a tudást, hogy ő saját maga boldoguljon, az is jó, csak nem elég. Mert emberek vesznek körül. És ha emberek elbénázzák az életüket, akkor rád is hatással vannak. Érted? Nyilván nem a
föld másik felén lévő emberekre gondolok, hanem a közvetlen környezetedben lévő rokonok, hozzátartozók, barátok, stb. Stb. Ha ők elbénázzák az életüket, akkor biztos, hogy hat rád. Ha a párod elbénázza az életét, biztos, hogy hat rád. Ha a gyereked elbénázza az életét, biztos, hogy hat rád. Ha a szülőd elbénázza az életét, biztos, hogy hat rád. Oké? De a barátod elbénázza az életét, az is hat rád. Érted? Ha a főnöködnek rossz napja van, az is hat rád. Oké? Tehát az ember egy olyan lény, hogy a környezetében lévő emberek viselkedése az hat az emberre valamilyen szinten. Ezt nem tagadhatja le senki. És hiába akarsz ezen felül emelkedni, nem tudsz, mert van egy olyan fajta működésed, amit úgy hívnak, hogy érzelem. És mivel a legtöbb ember, legtöbb, alig ismeri valaki az érzelmi működésünket a bolygón, tényleg a nagy többséghez képest nincs egy tízezrelék, aki ismeri az érzelmi működését az embernek. Tehát tízezerből nincs egy ember, aki ismeri. Érted? Hogy az érzelmi oldalunk hogyan működik. Tehát sokkal többet tudnak a fizikai oldalunkról, sokkal többet tudnak akár a tudatossági oldalunkról, de az érzelmi oldalunkról az embereknek halvány fogalmuk nincs. Pedig ez az érzelmi oldal az, ami leginkább befolyásol minket. Nem gondolod, hogy az nem véletlen, hogy erről semmi tanítás gyakorlatilag bolygón nincs? Mert ha ismernéd az érzelmi oldalad működését, egész más életet tudnál élni, érted? Pozitív értelemben természetesen. Tehát az embernek ez az érzelmi oldala, hát ezt mondhatjuk azt, hogy ez a csapdája, érted? Az, hogy nem tudod ismerni ennek a működését. Ha megismered ennek a működését, az érzelmi oldalad működését, és ezáltal ugye szépen próbálod majd használni az életedben, sőt, ugye vállalkozó emberek, vállalkozó szellemű emberek jelentkeznek nálad, hogy ők is szeretnék ismerni az érzelmi oldalukat, akkor tudsz nekik is segíteni abban, hogy ez ügyben tudást szerezzenek. Na most, de van egy másik részünk is, ugye a tudatosságunk, arról némi nemű több információnk van, hiszen gondolkodunk, de hát mi avval kapcsolatban is elég kevés az információjuk az embereknek. De mondom, a kulcs a működésünkben, tehát az összes hibázásod, az összes, ami az életedben volt, az ebből a részből, az érzelmi oldalból fakad. Az összes. Most gondold végig, ha ez az érzelmi oldalad nem lenne, akkor nem tudnál félni. Érted? Nem tudnál félni. Oké? Nem lenne benned olyan, hogy félelem. És akkor azt mondanád, hogy most, mai tudásod szerint, hogy a félelemre szükség van. Na, nincs szükség. Szüksége van az állatnak a félelemre. Az embernek nincs. Ugyanis az ember egy tudatos lény. És abszolút képes úgy élni, sokkal, de sokkal hosszabb életet, hogy ha nem félne. Érted? Sokkal hosszabb élet. Tehát a félelem az a legnagyobb ellenséged, érted? Az a legnagyobb ellenséged. És ezt az érzelmi oldalat hozza létre, a félelmet. És lehet, hogy mondok egy kicsit meredek dolgot. Akik létrehoztak minket, azok két lényből hoztak létre.
egy állatszerű lényből és egy istenszerű lényből. Az állatnak csak érzelme volt, tudatossága nulla, az istenszerű lénynek meg csak tudatossága volt, érzelme nulla. És ebből a kettőből raktak minket össze. Nem most, már rég. És ezt kikísérletezték, hogy így jöjjön létre ez a dolog. Tudod miért? Azért, hogy félj, és jó szolga legyél. De ugyanis, ha nem félnél, azt mondanád, hogy ezt a szolgaságnak, tudod? Oké? És mivel az ember fél, és a félelmére lehet alapozni, nézd meg az elmúlt két évet, hogy alapoztak az ember félelmére, azt a félelem miatt azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak. Érted? Ha megnézed egy állatot, hogy lehet idomítani? Kétféle módon. Vagy fájdalommal, vagy jutalmazással. Oké? Okay? Tehát ezzel a két dologgal idomíthatod az állatot. Na most, akkor nézd meg az emberekkel, mit csinálnak. Ugyanezt? Ugyanezt. De az a nagy különbség, hogy egy állatnak nem tudsz lelki fájdalmat okozni. Az állatnak fizikai fájdalmat tudsz okozni. Mert az állatnak nincs olyan típusú lelke, mint az embernek. Tehát az embernek simán lehet lelki fájdalmat okozni, és most tök mindegy, hogy fizikai fájdalomról vagy lelki fájdalomról beszélünk, egyik se jobb a másiknál. És ha nem fizikai fájdalmat okoznak az embereknek, akkor lelki fájdalmat okoznak. Miért? Hát az állatnak miért okoznak fájdalmat az idomításnál? Hogy lehessen idomítani. Oké? És ugye mit csinál sok szülő? A gyereket jutalmazással idomítja. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ugye jutalmaz, és a jutalomért kell megtennie bizonyos dolgokat. És ha jutalomért kell megtenni bizonyos dolgokat, akkor éppen a gyerekedet idomítod. Világos? Tehát ha megteszed ezt, akkor ezt megkapod. Ha megteszed azt, akkor azt megkapod. És ezt úgy hívják, hogy a gyerek idomítása. És ha beidomítottad a gyerekedet, akkor egy szuper jó szolga lesz. Mert ha megteszi azt, akkor megkapja a fizetését. Ha megteszi azt, akkor megkapja a fizetését. Érthető? Jól csinálták? Kiválóan csinálták. Oké? Okay. És eszébe nem jut az embereknek az, hogy hát be vagyok idomítva. Hogy azt mondják, hogy ha ezt megcsinálom, akkor megkapom ezt. Ez egy beidomított működés. Neked emberként nem úgy kéne működned, hanem tudod, hogy magamtól kitalálom, hogy mit teszek, és ha elértem, akkor megvan annak a jutalma, érted? De nem megkapom, mit tudom én, attól, aki beígérte. Oké? Okay? Hanem tudom, hogy ezt csereként megkapom. Világos ez? Csereként. Nem jutalomként. Csereként. Oké? Okay? Tehát, hogyha például a gyerek tudja azt,
hogy őt gondozzák, ápolják a szülők, akkor ő automatikusan gyerekként megtesz dolgokat. Őt nem kell azért jutalmazni. Világos ez? Mert neki van egy születésénél fakadó etikája. És nem úgy működik, mint az állat. Hogy akkor tesz meg valamit, hogyha megjutalmazod. Nézd meg a cirkuszba, megteszi az állat, amit retanították, és akkor utána azonnal kapja a jutalmat. De a gyereked az nem egy állat. Oké? Tehát az ember azért ember, mert képes gondolkodni. Képes kitalálni dolgokat, érted? Olyan dolgokat, amiért cserét tud kapni. Nem jutalmat, cserét. A fizetés az egy jutalom, nézd meg. Az nem egy csere, az egy jutalom. Oké? Az jutalom, mert megcsináltad ezt. Megcsináltad azt, amit mondtak, hogy ha azt megcsinálod, akkor fizetéssel megjutalmaznak. Oké? Baromi jól kitalálták ezt. Hogy az emberek modernkori szolgák legyenek, érted? És nem látják át, hogy milyen keletcébe vannak. Érted? Mert csak a tudatosságod révén tudsz kikerülni ebből a keletcéből. Tudod, mit mondtam én 93-ban, amikor az első cégemet létrehoztam? Soha többet nem leszek alkalmazott. Azt mondtam. Tehát én 93-ban megszüntettem az alkalmazotti létemet, és azt mondtam, hogy amikor az első cégemet létrehoztam, és azt mondtam, hogy soha többet nem leszek alkalmazott. Tehát ezen faragott rá egy kicsit apu, mert annak hatására, hogy én elkezdtem üzletkötő lenni, rájöttem, hogy a vállalkozói lét az mennyivel jobb, mint az alkalmazotti lét. És az alkalmazotti létemből kiszálltam, sőt, egy idő után, mikor a cégemet létrehoztam, akkor már nem sokat foglalkoztam az üzletkötéssel sem, az apu felé irányuló üzletkötéssel. És ezáltal neki elkezdett visszaesni a forgalma. Érted? Tehát ez gyakorlatilag visszaütött rá abból a szempontból, hogy a fia volt a második legjobb üzletkötője. Volt neki vagy 20-valamennyi. És hát nyilván nem évek kellettek, mire a második legjobb üzletkötő lettem. És azt mondtam, hogy nekem már az a fajta jövedelemforrás, amiben ő üzletkötévé tett, de nem tudott benne tanítani semmit, csak úgy mondanám, mert ő nem volt üzletkötő. Tehát magamtól tanultam meg mindent az üzletkötéssel kapcsolatban. Tehát engem üzletkötésre senki nem tanított, még irodalom se volt róla, hogy hogy kell. És lényeg az, hogy képzeld el, amikor belevágtam 91-be az első üzletbe, és utána, amikor önálló céget hoztam létre, akkor már az volt a fókuszomban, és nem apunak az üzletkötés. Ezáltal apunak a forgalma szépen elkezdett visszaesni. És akkor egy idő után, rá pár évre, hát be is fejezte azt a munkát, tudom, olyan 96 környékére, és hát 2000-ben meg is halt azáltal, hogy már nem folytatta a vállalkozását, és egy férfinak kell, hogy dolgozzon. Érted? Idősként is. És azáltal, hogy már nem volt, ugye kapott ő nyugdíjat, de hát az neki kevés volt. Ő egy olyan ember volt, aki megszokta, mit tudom én, 74-től érted, hogy vállalkozott. Ugye abban a 26 évben megszokta,
hogy ő vállalkozott, és a vállalkozó az megy, jön, intézi az ügyeket, érted? Nem 26 évben, mert csak 22 évben. És akkor mikor ez megszűn neki, akkor ő lelkileg leépült, érted? És ő nem tudott váltani, és akkor ebbe bele is halt gyakorlatilag, érted? De hát ugye akkor én még ezt nem láttam át, ezeket a dolgokat, én csak tettem a dolgomat, csináltam az életemet, nem láttam minek milyen következménye lesz, mert akkor biztos, hogy ha ismertem volna ezeket a dolgokat, akkor biztos, hogy segítettem volna, hogy tovább csinálja az üzleti dolgait. De hát ugye én, nekem is volt saját üzletem, neki is volt saját üzletem. Ez egy darabig ugye már, mikor már visszaesett, akkor rajtunk keresztül intézett dolgokat, az én cégemen keresztül, hogy még a vállalkozási költségeket is megsporolja. De hát mondom, mivel nem ismertem úgy az élet és az ember működését, ezért ugye hát nem figyeltem én olyan dolgokra, mint ami ugye biztosította volna neki azt, hogy ő hogy éljen tovább. Tehát mondom, a férfi, azért, a férfiak nagy része azért hal meg nyugdíjkor környékén. Ezért, hogyha azt szokták mondani, hogy a férfi pár évvel túléli a nyugdíjas éveit, nyugdíjas kezdő éveit, akkor már elér sokáig, mert ott hal meg nagyon sok férfi, mert nem tud magával mit kezdeni. És apu is így járt, hogy például, mit tudom én, még megcsinálták a házuknak a felújítását, érted? És rá 4 hónapra meghalt. Tehát még az munka volt, hogy megcsinálja a felújítást, érted? És utána meghalt. Jó, tehát mondom, hogy ilyeneket nem ismertem, ezeket a dolgokat, de hát így nyilván utólag már az ember könnyen lenne okos. De hát mennyivel jobb lett volna, már ezeket a tudásokat előtte is ismertem volna, mint akik például ide jönnek tanulni, és azt mondják, hogy hú, hát én nem ismerkedtem meg ezzel mondjuk 20 évvel ezelőtt már. Hát mert akkor még nem tanítottam. Érted? Tehát, vagy milyen jó lett volna ezt már gyerekkortól tanulni, ezeket a dolgokat, amit itt tanulunk. És akkor van egy kulcskérdés ezzel kapcsolatban, hogy azt gondolod, hogy bonyolult az emberekkel való foglalkozás, de én erre azt tudom mondani, hogy a legszebb dolog a világon, érted? A legszebb dolog. Akkor bonyolult az emberekkel való foglalkozás, ha nincs tudásod. És minél több tudásod van az emberi működésről, annál egyszerűbb az emberekkel való foglalkozás, és annál szebb. Érted? Tehát én azért az életben, főleg ugye még fiatal koromban, sokféle foglalkozást csináltam. Mert volt nekem olyan, hogy volt főfoglalkozásom, akkor volt mellette egy másodfoglalkozásom, amellett volt egy harmad, és amellett egy negyed. Egyszerűen 4 féle különböző foglalkozást csináltam. Érted? És többször volt, tehát hosszan volt egészen ugye a 90-es évek elejéig, hogy egyszerre azonos időtartamban, mit tudom, egy hónapon belül többféle foglalkozást is csináltam. És tudom, hogy milyenek a foglalkozások, illetve hát ugye azáltal, hogy emberekkel foglalkozok, hát elég sok foglalkozást ismertem meg. Ráadásul régebben cégvezetőkkel is nagyon sokat tárgyaltam, több mint 1000 céges tárgyalást megcsináltam régebben, tehát cégvezetőkkel. És ezért ugye elég jól megismertem azt, hogy milyen foglalkozások vannak a világban, legalábbis itt Magyarországon, és láttam azt, hogy milyen foglalkozások vannak, és rájöttem arra, hogy az egyik legszebb dolog, ami létezik, az emberekkel való foglalkozás. De nem a beteg emberekkel, hanem az egészségesekkel, érted?
mert a beteg emberekkel ugye energetikailag nem jó velük foglalkozni, hanem ugye akik egészségesek, most kisebb betegség az persze az belefér bőven, hanem inkább olyan szintű dolgok, hogy van egy problémája, ami éppen lehet betegség, de akkor azt abból a szempontból nézzük meg, hogy annak mi a lelki oldala annak a betegségnek, nem a fizikai oldala, hanem a lelki oldala. Persze a fizikai tünetekről tudjuk megállapítani a lelki oldalt, de maga a fizikai gyógyítást azt nem cserélném fel, tehát fizikai gyógyításra nem cserélném fel a lelki gyógyítást, érted? Tehát a lelki gyógyítás az sokkal, sokkal jobb és hatékonyabb, tudod miért? Mert hogyha a lélek meggyógyul, akkor az nem okoz elő, nem idéz elő fizikai tünetet, érted? De a lélek sérült marad, akkor ott létrejönnek a fizikai problémák, betegségek formájában is természetesen. Szóval a lényeg az, hogy egy csodálatos dolog emberekkel foglalkozni, de csak akkor fogsz tudni emberekkel foglalkozni, hogyha veszed a fáradtságot, úgy mint én annak idején, meg a mai napig is, hogy szervezel embereket. Minek szervezni őket? Tanulóvá szervezni. Ami nem bonyolult. Tudod miért? Mert csak kizárólag olyanokat szervezünk tanulóvá, akik nyitottak. És egy-két kérdéssel lerendezzük azt, hogy valaki nyitott vagy sem. Oké? És abból pontosan tudjuk, hogy érdemes-e neki ajánlatot tenni, idézőjelbe az ajánlatot, vagy következő. Érted? Tehát olyanokat nem akarunk tanítani, akik nem nyitottak a tudásra, érted? Milyen tudásra? Ezeknek a területeknek a tudására. Nem nyitott. Nyilván nem fontos, hogy mind a 10 területre egyszerre legyen nyitott az ember. De ebből a 10-ből bármire. Érted? Nem nyitott. Következ. Éld úgy az életedet, ahogy akarod. Majd meglátod, milyen jövőt fogsz élni. Tudás nélkül. Tehát ha most valaki azt képzeli, hogy tudás nélkül ugyanolyan életet él, mint ezelőtt él, akkor már be van bizonyítva, hogy nem tud. Világos voltam? Tehát ez a világ bebizonyította, hogy ugyanavval a tudással nem lehet ugyanolyan életet élni, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Világos voltam? Tehát mi ebben a nem 2 évben, 1 év alatt, csak múlt évet mondom, mert még ugye ez az év nincs lezárva, a múlt évet mondom, annyit növekedtünk, mint előtte 10 év alatt. Érted? Na most azért hány olyan szervezetet tudsz, aki ez alatt, az Covid időszak alatt tudott ilyen fejlődést létrehozni? Persze, mit tudom én, a maszkgyártók, azok esetleg, vagy a oltóanyaggyártók, nem? Azok is esetleg, nem? Tehát vagy a levegő, vagy lélegeztetőgép gyártók, nem? Vagy a fertőtlenítőszer gyártók, azok biztos. De azokon kívül. Mert mi nem fertőtlenítőszerekkel foglalkozunk meg, lélegeztetőgépekkel, meg maszkokkal. Hát nem. De olyannal, akik nem ezeket csinálják. Vagy nem ezeket forgalmazzák. Oké? No hát, és ez azt is jelenti, hogyha valaki tanul, megoldja az életét, és segít másoknak is, hogy megoldja az életét,
És ezekben benne van még két dolog, nézd meg ebben a tízben. Itt van két dolog. Ami azért, hogyha az ember megnézi ezt, csak ezt a két dolgot ebből a tízből, akkor azt látod, hogyha olyannal foglalkozol, amit nem szeretsz, hát az nem túl jó érzés. És ha olyannal foglalkozol, amiből nincs elég bevételed, hát bizony az se túl jó érzés. Miért nem lehet azt elképzelni, hogy olyannal foglalkozz, majd mit tudom, középtávon, akár főtevékenységben már, amit szeretsz, és amiből meg tudsz élni. Nem is akárhogy akár. Oké? Okay? Most gondold végig. Már tavaly is így volt, hogy azok, akik üzleti okból mennek ide-oda a világban, azok mehetnek. Csak azok nem, akik magánokból mennek ide-oda a világban. Oké? Okay? Csak úgy mondom, hogy tisztában legyetek ezzel. És az idén ez még inkább így van, mint tavaly volt. Oké? Okay? Tehát az pedig üzleti ok, ha az embernek van egy saját üzlete. Világos ez? Ha meg nincs, hanem csak alkalmazott, akkor ha a főnök nem kell küld üzleti útra, akkor magánszemély vagy. És nem feltétlenül oda mész, ahova akarsz, magánszemélyként. Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenkinek jó tanulást kívánok, jó fejlődést, nagyon sok ismeretet, és nagyon jó boldogulást az életben. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlecsik Miklósnak ezt a fantasztikus képzést. Ma is rengeteg információt kaptunk és tudáshoz jutottunk. És a mai napig azt állítom és tapasztalom, hogy a legjobb döntés volt, hogy ide jöttem a Nyílt Akadémiához tanulni, és másoknak is javaslom, hogyha már láttak előadásokat és tetszik nekik, akkor ne gondolkozzanak, hisz az idő az telik. A tudás pedig itt van, illetve ha szeretnétek megoldani az életeteket, vagy javítani, esetleg másoknak is segíteni, mert ez a lehetőség is nyitott itt a Nyílt Akadémiánál, PPH-nál, akkor kezdjétek el mi hamarabb a képzést. A szünet után, 25 perc szünet után személyiségfejlesztő coachképzésünk lesz, amelyen szeretettel várunk, hogyha tetszik a lehetőség. Most pedig 25 perc szünet következik. Köszönöm szépen!